Vármegyei közgyűlés újra kell értékelni a korábban elbírált Európai Uniós fejlesztési projekteket, erről is döntöttek szerdán a képviselők. Növekvő betegszám, évente 1500 körüli beteget kezelnek a Vármegyei Oktatókórház hematológiai osztályán. Móricz ízvilága szakácsverseny, Fehérgyarmaton második alkalommal rendezték meg a gasztronómiai megmérettetést. Tovább javult a közbiztonság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. 2023-ban 8000 alá esett vissza a regisztrált bűncselekmények száma. Többek között ez derült ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság tavalyi éves tevékenységéről szóló tájékoztatóban a közgyűlés csütörtöki ülésén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A képviselők döntöttek a TOP Plusz előző szempontrendszer szerint értékelt fejlesztési projektjeinek újraértékeléséről is. Ez a korábban nyertesnek elbírált projekteket nem veszélyezteti, csupán az a kérdés, hogy azokat uniós vagy hazai finanszírozásban valósítják meg. Két hónap után találkoztak újra a Vármegyei Közgyűlés tagjai a Vármegyeháza dísztermében rendes ülés formájában. Az azóta eltelt időben fontos kérdésben egyezett meg a kormány és az Európai Bizottság, amely érinti a Magyarországon megvalósuló Európai Uniós fejlesztéseket. Ennek értelmében kellett szavazni a képviselőknek arról, hogy a korábban már elbírált projekteket a közeljövőben újraértékeljék. A már nyertes projekteket ez nem veszélyezteti, hiszen ott van támogatási szerződés a magyar kormány, illetve a projekt gazda között. Ez azokat a projekteket érintheti, amelyek korábban nem nyertek, és ezek plusz projektként hozzákerülnek a támogatásokhoz. Tehát ez jó hír a megyei projektek szempontjából, a vármegye szempontjából, hiszen itt többletforrások érkezhetnek a megyébe. Azok a projektek, amelyek az újraértékelés során nem kaphatnak uniós támogatást, azok pedig hazai forrásból lesznek megvalósítva. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan szituáció, amelyben a megye valamennyi pályázója jól jár. Ezt az újraértékelési folyamatot kell végigvinni azoknak, akik eddig vesztesek voltak, illetve a nyerteseknek is kell alapszolgáltatást végezniük. A vesztesektől azt kérjük, hogy tegyenek 15 napon belül a hiánypótlásnak eleget, és akkor remélhetőleg a korábbi vesztes pályázatuk az akár nyertes pozícióba is kerülhet az újraértékelést követően. Csütörtökön a már lezárt uniós és határon átnyúló fejlesztéseket is értékelte a közgyűlés. Beres János szocialista képviselő úgy fogalmazott, a projekteket kezelő vármegyei önkormányzat és önkormányzati hivatal nagyon magas szakmai munkát végzett, a több lépcsős fejlesztéseket ugyanakkor véleménye szerint a jövőben gazdasági szempontok miatt nem érdemes elkezdeni. Van olyan projekt, amelynél az volt a tanulság, hogyha több lépcsős projektben veszünk részt, amelynek az időtartama túlságosan elnyúlik, akkor fennáll az a veszély, hogy mire véget ér a projekt, addigra a 4 évvel korábbi tervek alapján elgondolt költségvetés már nem tartható. Kiegészítő forrás kell biztosítani a megvalósításhoz. Ha sok szereplő van egy-egy ilyen projektben, akkor nagyon nehéz az összhangot megteremteni. Ezért én azt javasoltam, hogy egyrészt az ilyen több lépcsős projektekben lehetőleg ne vegyünk részt, hanem az egy lépcsősökbe vegyünk részt. Másrészt, ha több szereplő, vagy túl sok szereplő lenne, és 11-nány, 21-nány szereplő, ilyen projektek is vannak, akkor ezt jobb lenne szabdalni, szétvágni. Azaz néhány projekt szereplő vegyen csak részt benne, néhány helyszín vegyen részt benne, mert ekkor van nagyobb esély arra, hogy teljesen meg tud valósulni a projekt az eredeti szándék szerint. Az ülésen Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány tájékoztatta a közgyűlés tagjait a rendőrség tavalyi évi tevékenységéről. Előadásából kiderült, 2023-ban összesen 7925 bűncselekményt regisztráltak, ez a szám 2010-ben még 20000 felett volt. A bűnmegelőzés terén pedig az online csalások és a kábítószer terjesztés adta a legtöbb munkát a hatóságnak. Minden rendőrség adat pozitív, van változott az elmúlt években, feltehetőleg az is szerepet játszik ebben, hogy a munkanélküliség csökkent a megyében, többen tudnak valódi munkából jövedelemhez jutni, tehát ilyen módon a bűnözés visszaszorulóban van. Egyedül nagyon kritikus és hát aggodalomra okot adó az a kábítószer fertőzöttsége, illetve a kábítószer elterjedtsége a megyében bizonyos társadalmi csoportok esetében. Ez további intézkedéseket igényes a rendőrség, illetve hát önkormányzatok, családok, iskolák, egyházak együttmunkálkodását, hogy ezt a kábítószer problémát minél kisebb
mértékűre tudjuk szorítani, és azokat a bűnözői csoportokat leleplezni, amelyek kábítószer révén jutnak extra jövedelmekhez. Ebben is szép eredményeket ér a megyei rendőrfőkapitányság, de itt további munkálkodásra is, koncentrált munkára van szükség. A rendőrség mellett a vármegyei katasztrófavédelem tavalyi tevékenységéről Varga Béla igazgató adott tájékoztatást. Az ülés lezárása előtt Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, zárt ülésen döntöttek azokról a személyekről, akiket idén vármegyei kitüntetődíjban részesítenek. Ezeket a május 24-i vármegye napon adják át az érintetteknek. Holtan találták meg azt a 4 gyermekes édesanyát, aki hétfőn reggel tűnt el Nyíregyházán, a 40-es éveiben járó nő holttestére Nyírtura környékén egy erdős területen találtak rá. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Egyre növekszik a betegszám, a rossz indulatú, daganatos betegek túlélési esélyei azonban folyamatosan emelkednek. Erről Rejtő László, a Vármegyei Oktató Kórház hematológiai osztályának új vezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. A főorvos elmondta, a részleg szakember gárdája és eszközparkja európai szintű és alkalmas arra, hogy lépést tartson a tudományterület rohamos fejlődésével. 41 évvel ezelőtt kezdte meg működését az ellátás, majd 2005 óta már önálló osztályként üzemel a hematológia a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. Az osztály vérképző és nyirokszervi betegségek szakellátását végzi az onkológiai tömb épületében. A részleg a vármegyei szintű ellátás keretében a csontvelő transzplantáción kívül gyakorlatilag minden hematológiai terápiát végez. Az osztály vezetését év elejétől Rejtő László vette át, aki 35 perc című műsorunkban arról beszélt, nagyon komplex feladatuk van a gyógyításban. A hematológia egyik része, amit talán legtöbben ismernek, a rosszindulatú vérképző szervi betegségeket jelenti. A másik része magába foglalja a vérszegénységet, a különböző vérszegénységeknek a differenciál diagnosztikáját, ami nem tartozik a rosszindulatú hematológiai betegségek közé. Tehát két részre osztatjuk, egyrészt malignus rosszindulatú hematológiai betegségekre, másrészt nem rosszindulatú hematológiai betegségekre, beleértve az előbb említett vérszegénységet, például a vérlemezkéknek a nem megfelelő képződését, ide tartozik a véralvadás zavaroknak a nagy családja, akár a vérzékenység, akár a fokozott trombózis hajlam, tehát mindezzel foglalkozik a hematológia. A részlegen emellett rosszindulatú hematológiai betegek, azaz fiatal akut leukémiai betegek kezelését és gyógyítását is végzik. Rejtő László azt mondja, a hematológia területén is érzékelhetően növekszik a betegszám. A hematológia osztály fekvőbeteg része 28 fekvőbeteg ágy, tehát 28 ágyat tartalmaz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon modern körülmények között tudjuk a betegeinket ellátni. A legtöbb kórterem 2 ágyas, de vannak 1 ágyas izoláló kórtermek is, és hát ezen a 28 ágyon éves szinten 1100-1200 beteg fordul meg. A szakrendeléseken ennél lényegesen többen, tehát éves szinten az utóbbi években olyan 15 ezer beteg ellátására, vizsgálatára került sor. A hematológia az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág az egészségügy területén, tette hozzá a főorvos. Rejtő László azt mondta, a diagnosztika és a gyógyítás területén is történt előrelépés az utóbbi időben, így a túlélés esélyei is folyamatosan emelkednek. Ha valaki azt hallja, hogy rosszindulatú hematológiai betegség, akkor rögtön a kemoterápia, a citosztatikus kezelés jut az eszébe, de mostanában egyre inkább előtérbe kerülnek a célzott kezelések, a biológiai kezelések, és nagyon sok beteget kemoterápia nélkül kezelünk. Kemoterápia nélkül, sok esetben fix idejű kezelésekkel, 1-2 éves kezeléssel, nagyon jó általános állapotban remisszióba sikerül hozni, tehát a betegség eltűnik. Az új vezető elmondta, a nyíregyházi osztály kiváló eszközparkjával és szakembergárdájával képes arra, hogy ezzel a fejlődéssel tartsa a lépést.
Hangsúlyozta, az ország más intézményeivel is kiváló kapcsolata van a vármegyei kórháznak, így a tapasztalatcsere is folyamatos a tudományterület szakemberei között. Péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken, előbbi bruttó 3 forinttal, míg a gázolajért a kutak bruttó 6 forinttal fognak kevesebbet fizetni. Hogy ez miként jelenik meg a kutak áraiban pénteken, teljesen bizonytalan. Az eddigi gyakorlat szerint arra számíthatunk, hogy közel azonos mértékben csökkennek majd a kutak árai is. Ez szerint a 95-ös benzin átlagára 647 forint, a gázolaj átlagára 633 forint lesz péntektől. Alma, kacsamell, túró, ezek voltak annak a háromfogásos menünek az alapanyagai, amelyet a Móricz Ízvilága szakács versenyen induló csapatoknak kellett elkészíteniük. Fehérgyarmaton a helyi szakképzőiskola szervezésében második alkalommal rendezték meg a gasztronómiai megmérettetést. Gőzerővel munkálkodnak a diákok a Móricz Ízvilága szakács versenyen. A Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati intézményében második alkalommal szerveztek ilyen megmérettetést. Tavaly azzal a szándékkal szerettük volna létrehozni ezt a versenyt, hogy hagyományt teremtsünk belőle. Ez ugye a második, reméljük, hogy lesz tizedik is. Szerettük volna egy kicsit megugrani a dolgokat, hogy tágabb körbe legyen megmozgatva a szakácstanulók apraja nagyja. Így Orosházára is került a választásunk, hogy meghívtuk őket, és 200 kilométerről tették a tiszteletüket. Tavaly abból indultunk ki, hogy Móricznak a Légy jó, mint halálig című művébe a puliszka volt az egyik étel, ami megjelent, és ezt szerettük volna, gondolják újra a versenyzők. Most úgy találtuk ki, hogy a három a főfogáshoz, a leveshez, főétes és a desszerthez meg adtunk egy-egy fő alapanyagot, amit mindenképpen fel kellett használni, a többit már minden csapatnak a kreativitására bíztuk. A kötelező alapanyag a leves elkészítésénél az alma, a főételnél a kacsamell, a desszertnél pedig a túró volt. Idén 6 csapat versenyzett, akiknek 2,5 óra állt rendelkezésükre a menüsor elkészítéséhez. Egy rozé kacsamellhez nem kell sütő. Ez pedig már a zsűrizés. A fiatalok az értékelésből is sokat tanulhattak. A szervező intézmény célja, hogy a következő versenyre már határon túli csapatok is érkezzenek. Azt tervezzük, hogy a elcsatolt területekről a határon túlra is át fogunk menni, és iskolákkal felveszünk a kapcsolatot, ugyanis van érdeklődés, hogy szeretnének ők is részt venni ezen a versenyen. Nem csak az intézmény, az önkormányzat számára is fontos a szakácsverseny. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon színvonalas szervezés, és a városnak is büszkesége ez a verseny. Természetesen is, úgy, ahogy mondtad, Békés megyéből is jöttek. Azt lehet mondani, hogy a szakképzés átalakítása, én úgy gondolom, hogy jó úton halad, hiszen látjuk azt, hogy mind felszereltségben, mind pedig szaktudásban az intézmény teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy olyan nívós szakmai munka folyik, amely a jövő mestereit fogja számunkra kitermelni. A dobogó harmadik fokára idén a csengeri csapat állhatott. Az ezüstérmesek a Vásárosnaményi Lónyai Menyhért szakképzőiskola diákjai lettek, a Móricz Ízvilága serlegét pedig a Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc technikum tanulói vihették el. Spanyol életérzés, temperamentumos szereplők, latinos zene. A női nemet dicsőítő díjnyertes Almodóvár film színházi adaptációját, a Nők az ideg összeomlás szélén című musicalt pénteken mutatják be a Nyíregyházi Krúdi Kamarában. A főszereplő Pepát Szabó Nikolett alakítja, a férfi kulcsszereplő pedig I. és Ákos lesz. A színdarabot Tárnoki Márk rendezi. Buenas noches, damas y caballeros! Madrid, 1987! Vérpesdítő spanyol hangulat a Krúdi Kamarában. A Pedro Almodóvar kultikus filmjéből készült Nők az idegösszeomlás szélén című musical premierjére készül a Móricz Zsigmond Színház társulata. A helyszín a 80-as évek Madridja, a főhős pedig Pepa, a másodvonalbeli szinkronszínésznő, akit szeretője Iván elhagy. Hamarosan beállít Pepa barátnője is, akinek barátjáról kiderül, hogy terrorista. De felbukkan többek között Iván neurotikus exneje is. A káosz elkerülhetetlen, ahogy nevetésben és megindító pillanatokban sincs hiány.
Igazából az az állapot, vagy az a helyzet az őrült, amiben találjuk ezeket a nőket, és azért könnyű velük azonosulni, mert ők maguk teljesen hétköznapi alakok, olyanok, mint te vagy én. Tulajdonképpen még az sem feltétlenül érdekes, hogy férfiról vagy nőről van szó, hanem olyan emberek, akiket ér valamilyen váratlanság, amire nem számítanak korábban. Biztos alapjuk, kapcsolatuk, amire támaszkodnak, egyszer csak megszűnik, elfogy így az út a lábuk alól, és talán ez az az élmény, amivel mindenki tud azonosulni, vagy mindenkinek az életébe jöhet olyan pillanat, amikor csalódik valamiben, amire alapozta volna az egész jövőjét. A fordulatos történetet a pezsgő és színes látvány mellett a latinos hangulatú zene is kiegészíti. Van egy kamarazenekarunk, akik Tamás Attila vezetésével segíti a produkciót, és nagyon fontos az ő jelenlétük, hiszen tulajdonképpen végig együtt élnek a színészekkel, és végig együtt lélegzik az énekes és a zenekar. Ez egy nagyon fontos eleme a történetünknek, és hogy is mondjam, meglehetősen nagy kihívás a zenei anyag, de hál' Istennek lehet bízni a színészek tudásában. A musical főszerepét Szabó Nikolett alakítja, a férfi kult szereplő pedig I.S. Ákos. A színdarabot április 26-ától láthatja a közönség a Krudi Kamarában. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Nyíregyháza Spartakus, Timár Krisztián együttese az elődöntőben megszerezte a vezetést a Ferencváros ellen, a zöld-fehérek azonban az utolsó 5 percben 2 gólt lőttek, és ezzel 2-1-re megnyerték a mérkőzést. A Fradi a döntőben a Paks ellen lép pályára. Az Újpest elleni párharcot elveszítve a 6. helyen zárt a női röplabda extraligában a Fátum Nyíregyháza. A vezetők már a következő szezon játékos keretének kialakításán dolgoznak. A libero Tóth Fruzsina újabb 2 éves szerződést írt alá, és több külföldi, valamint hazai játékossal megállapodtak már a klub vezetői. Tóth Fruzsina László Alexandra társaságában május elején csatlakozik az Európa Liga mérkőzésekre és az Európa bajnoki selejtezőkre készülő válogatott kerethez. Az Újpest ellen 3-1-re elveszített párharccal véget ért a szezon a Fátum Nyíregyháza számára. A bajnokságban így a 6. helyen végeztek, Tóth Fruzsináék, a Magyar Kupában pedig a 4. helyen zártak a nyíregyháziak. Idény közben akadtak problémák, Tomás Vargát Adrián Csilinszki váltotta a vezetőedzői poszton, a válogatott centert, László Alexandrát pedig a szezon legfontosabb meccsein sérülés miatt nélkülöznie kellett a csapatnak. Nem volt egyszerű, szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó 2 meccs lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat, mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz 1 főt igazolni a január-februári vagy januári időszakban, én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a Fátumnak a helye van, viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen, szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. A klub vezetői már korábban elkezdték a tárgyalásokat azokkal a játékosokkal, akik reményeik szerint a következő szezonban alkotják majd a Nyíregyháza játékos keretét. Január 31-jel, ahogy lejárt a játékozalási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával a következő 2 évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük. Mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodást a következő 1, illetve 2 évre, illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyenlőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van, a következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz 2 magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is.
A klubszezon véget ért, de a válogatottra Európa Liga mérkőzések és Európa bajnoki selejtezők várnak, mégpedig nyíregyházi szereplőkkel. A nemzeti csapat május elején Telkiben kezdi el a felkészülést az augusztus végén záruló 8 meccses sorozatra. A keretben ott lesz Tóth Fruzsina és László Alexandra, Adrián Csilinszki pedig másodedzőként segíti Alessandro Schiappini szövetségi kapitány munkáját. Május 1-én szerdán ismét várják a sportolni vágyókat Nyíregyházán a Continental Arena parkolójába, ekkor tartják ugyanis a Fit Város elnevezésű sportnapot. Akik tavaly már itt voltak az első alkalommal megrendezett Fit Város programon, azok már nagyjából képet kaptak arról, hogy mire számíthatnak, de hát mi nyilván meg szeretnénk ezt még fűszerezni rengeteg új élményellemmel, paintballal, továbbra is itt lesz az extra trampája, az összes szakágnak a sportolói bemutatója, Médény Nyíregyháza, és rengeteg olyan meglepetés, ahol egy tényleg egy közösségi teret fogunk varázsolni ezekből a sportlétesítményekből. Két versenyt fogunk hirdetni, egyrészt a szakágainknak a versenyét. Tavaly vérre menő csatákat vívtak a szakágak, emlékeim szerint a kardozók nyertek tavaly. Idén nyilván rengeteg kihívója van ennek a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nemes verseny lesz. Az extratron pályán fognak végigmenni természetesen időre a csapatok, és a városrészek bajnoksága is természetesen itt lesz. Tavaly is nagyon nagy sikere volt. Én bízom benne, hogy idén is az lesz. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Újra kell értékelni az előző szempontrendszer szerint értékelt Európai Uniós fejlesztési projekteket. Mindez a korábban nyertesnek elbírált projekteket nem veszélyezteti, csupán az a kérdés, hogy azokat uniós vagy hazai finanszírozásban valósítják meg. Többek között ennek elfogadásáról is döntöttek a vármegyei közgyűlés tagjai. A csütörtöki ülésen a vármegyei rendőrség és a katasztrófa védelem 2023-as tevékenységéről szóló tájékoztatót is elfogadták a képviselők. Rohamosan fejlődő tudományterület a hematológia, erről beszélt Rejtő László, a Vármegyei Kórház hematológiai osztályának új vezetője. Ahhoz, hogy ezzel itt Nyíregyházán is lépést tartsanak, szükség van a részleg kiváló szakember gárdájára és eszközparkjára. A főorvos beszélt arról is, hogy évről évre növekedik a beteg száma az osztályon, a leukémia esetében azonban folyamatosan emelkednek a túlélés esélyei. Második alkalommal szervezték meg a Móric Ízvilága szakács versenyt Fehérgyarmaton. A helyi szakképző iskola szervezésében 6 többségében vármegyebeli csapat mérte összetudását. A 3 fogásos menüt a gasztronómia elismert szakemberei zsűrizték. Április 25-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön nem sokára az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pinteken napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb záporeső. A délire, délnyugatira forduló szél az ország nyugati felén élénkül meg, melyhez csak néhol társulhatnak erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 17 fok között valószínű.